Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és a Farm Expert 2017-tel jelentkezek egy Nézzünk Bele epizód keretében. Mint látjátok, itt porzik a fejem éppen a nem tudom milyen eszköz mögött, amit húz ez a traktor. Hát próbáljuk ki, nem játszottam már nagyon régen ilyen farmos játékkal a csatornán, hogyha valaki követi a csatornának a Nézzünk Bele epizódjait, meg úgy általában, amit szoktam rajta szerepeltetni, de fölírtam magamnak egyszer, réges-régen volt rajta egy Farm Simulator, Farming Simulator, már nem is tudom, hol írtam fel itt a Fastly-im között. Farming Simulator 2015, azzal játszottam. Az úgy tetszett, ugye el voltam vele, meg elég jól meg is néztétek azóta. Most elég sokat láttam erről is videókat itt a környéken, hát gondoltam akkor miért is ne legyen itt is egy ilyen videó belőle. Milyen furcsa, hogy megy a traktor a szántáson, ott meg valamilyen római rom emlékmű látszik a háttérben. Na mindegy, ne kalandozzunk el. Nézzük meg a grafikai opciókat. Azt mondja, kompromissz, teljesen minőség és teljesítmény. Jó, legyen az arra állt be alapból, vagy lesz, hogy az alap mindegy, nem érdekes. Akkor játszunk egy oktatójátékot? Játszunk oktatójátékot. Azt mondja, hogy az oktatójáték megmutatja, hogy boldogulhatsz a mocsaras területen, és milyen hatással van az időjárás a termőföldre. Igyekezz az időjárásod igazítani a mezei munkát, ezzel időt takarítasz meg, és kiméled az eszközeidet. Jó, menjünk akkor. Biztos sárt kell dagasztani. Spin. Az a Spin Tires, vagy mi volt a címe annak a olorosz járművekkel kellett dagasztani a sarat. Ez egy jó pofa dolog volt. Remélem a szimuláció jó lett. Egyébként 2016. szeptember 1-én jelent meg maga a játék, és a Steamen elég vegyes a fogadtatása. A Farming Simulator, még mindig nem tudom hova írtam föl, de valahol fölírtam, hogy most biztosan az-e a neve, mert annyi ilyen traktoros játék van a világon már, hogy már nem is igazolok ki köztük, de az egy sikeresebb sorozat, a Farming Simulator. Úgyhogy ott pozitív a megítélése annak a játéknak, de ennek nem annyira sajnos, úgyhogy hát majd reménykedünk. Azt mondja, szálljak fel a traktorra, felszállok a traktorra. Az az új feladatom. Azt mondja, hogy menjek be a Winston TX600-asba. Oké. Jó, hát szép egyébként, úgy rendben van így a traktor belseje is. Egész jó. Azt nézem, hogy mennyire szaggat, de nem vészes így az index visszajelzésemen se. Azt mondja, különböző, nem tudtál elolvasni, mindegy, szó közel indítom a motort. Ilyen is indult. Azt hiszem az izével lehet az ellen fölkapcsolni a lámpát, így van. Ezt felírtam ide egy csomó jelenet, és a VASD-vel lehet mozogni, amit úgy láttam. Az E-vel a haladási irányt lehet beállítani, az E-vel lehet használni dolgokat, a Q meg a P az a ráakasztás és a vontatásos dolgoknak a gombja. Aztán van 5 ilyen traktorral összefüggő cucc, az R betű az emelőt irányítja, nem tudom, hogy hol lesz majd emelő benne. Szóval mi van még itt? Van az F és a V, az F az előző, a V az nem a V az előző, az F pedig a következő fokozat, ez gondolom ilyen sebességi fokozat lehet. A T az kaszálás, hát nem tudom, ez ilyen, ugye magyar a program maga, úgyhogy lehet, hogy ezt úgy fordították, lehet, hogy az a kombájnnal függ össze, de mindegy, a kaszálásnak van írva a billentyűzet kiosztásnál, és van egy ilyen, hogy hát ez nem tudom pontos, hogy a G-O-I így egybe volt ez a három betű, ahhoz meg valami összerakást írtak, nem tudom az is mit fog eredményezni. Van egy olyan, hogy az L a fények, az M a térkép, ezt meg is nézzük. Igen, itt vannak a helyek, ahol lehet dolgokat csinálni, biztosan. Mindegy, ezzel most nem foglalkozunk még. És a C-vel lehet kamerát váltani. Ha itt ki tudok jönni a trakimból, meg még távolabb, meg bele. Jó. Akkor Z irányváltás. Z irányítás, ez mi? Ja, lehet, hogy angol? Aha, értem. Ott oldalt, ott ahol most pont tőlem nem látszik a dolog. Ezt lehet, hogy kéne is segítenem egy picit. Ezt megpróbálom megoldani, ezt a dolgot. Így odébb rakom magamat. Mondjuk ide. Na, talán így jobb lesz a helyzet. Így nem takarom ki nektek, szóval ott az a CVT felirat, egy fölfele mutató nyilat nézzetek, és ugye a
a magyar billentyűzeten az X-el lehet változtatni, azt, nem az Y-nal, bocsánat. Ugye ez a hátramenet, gondolom, mindjárt nézzük, nyomunk egy gázt, akkor hátrafele megy, igen, és hogyha nyomok egy Y-t, akkor előre, és akkor még... És akkor nem történik semmi. Gurulok hátrafele úgy, ahogy kell. Na most, most jó. Szépen lassan azért lassul a traktor, oké, okay. Na jó. Ez megtörtént, és akkor most elmegyünk arra fel, amire mutat nekem a nyilacska. Beülök a trakiba, mert így mégiscsak bulibb, szimulátorosabb. Szóval 70-80 méterre van tőlem valami, amit meg kell. Most azt nézem, hogy ezeket a kérdőjelekkel foglalkozzak, meg egyelőre lehet, hogy nem kéne. Menjünk tovább, meglátjuk, mi lesz. Igen, menjek oda föl, vagy mi? Autómosógép, ez itt tartását teszi lehetővé. Fel kell építeni. Esős napokon az aszfalt csúszósabb, vagy homokos bizonyos területek meg gondolom sárosabbá. Oké. Okay. Jó, aztán nézzük meg ezt kívülről, mert lehet, hogy most itt belemegyek itt a mocsárba. Megnézzük, hogy a koszt mint olyat megjelenik-e a traktorom például. Próbáld hazavezetni a répával teli utánfutót, elhagyva a nedves területet. Jó. Ez a következő küldetésem. Még nem süpped a kereke. Na itt már kezd egy kicsit olyan vizes, mocsarasabb lenni. Még nem hagyott nyomott a traktorom. A görgővel tudok távolodni, ahogy látom. Jó, hát akkor rákasztjuk az utánfutót, kihasználjuk a tudásomat. Csatolt hozzá az utánfutót. Oké, új feladat, de... Ja, igen, bocsánat, irányt kell váltanom. Mondjuk ezt nem tudom, miért nem tudták megoldani, hogy előre-hátra. Azt hiszem a Farming Simulatorban ez úgy működött. Azt mondja, hogy a Q kösd rá. Ne nyom a Q-t. Rákötöttem, nagyszerű. De átváltoztatjuk a fokozatot előre, és akkor hova menjek? Mehetünk arrafele. Jó, ez király. Kicsit érezhetően nehezebben haladok. Ebben sok répa van? Jó, hát ez ilyen... jó indulattal nevezhető répának, ami benne van, de ezzel ne is foglalkozunk, itt meg már a halászhajók figyelgetnek. Mit választom le az utánfutót? Ennyi volt, csak át kellett ide húznom? Jó, hát gondolom akkor az R utánfutó fel, ami nyomja meg az R-t. Tehát akkor kiborítom. Ez jó húzás volt, mennyi borult ki? Hát jó sokat kiborítottam ide, de miért mondta nekem azt, hogy oda borítsam ki? Az aratás leesett a földre, és el is tűnt, úgy, ahogy van. Valahogy mondta azt is, hogy hogyan válasszam ki a következő feladatot. Jó, azért én ezt csak hazahúzom, ha már idáig eljöttem. Jó erős ez a traktor, ez a TX600-as. De húzom ide a területre. Azt nem tudom, miért ilyen monyák időt kaptam szeptemberbe. Mondjuk... Igen, a gépmosó, gazdaság benzinkutya, itt lehet tankolni. Itt pedig a raktár van, jó. Ide félrehúzom, itt jó lesz, itt leválasztom. Nem tudom, azt mondom a Q-val. Aha, sikerült, jó. Súlyar terhelés, jó. Megvan az új feladat. Súlyjal terheljük le a... Ott a súly, oké, okay, arra ráfordulok, ügyesen, okosan. Egész jól sikerült, oké. Okay. Mondjuk itt ki kell mennem, mert nehéz észrevenni. Bekapcsoljuk a lámpát. Na, így jobban látok. Kösd hozzá a Schuer 1000 kg-ot P-vel. Azt mondja, mi az O? Azzal ledobja? Várjunk csak. Váltsunk irányt, oké. Okay. Jó, jó. És megkeressük a következő feladatot. Ami nem tudom micsoda. Az ó, az mit csinál egyébként? Ledobja mi? Lám, ahogy... Nem, az lerakta a súlyt. Teleszkóppal. P. Na várjunk csak még egyszer, P-k hozzákötöm, az O-val pedig leengedi a súlyt, meg visszahozza. Aha, aha, értem.
Fú, érezhető ez az 1000 kg, alig bírt elindulni. Na mindegy, most elmegyünk a traktorral oda arra a pontra, amit javasol itt nekem. Visszaülök a belsejébe. Nem látom a pontot. Hol van a pont? Erre most komolyan most szivat. Ja, hogy vigyem azt is, értem. Úgy lehet fékezni, nem tudom, ez mi értelme van ennek a dolognak. Totál rossz fele vagyok. Tehát úgy lehet fékezni, hogy megvan a kötelező, vagy a haladás irány, amit beállítottam, és annak az ellenkezőjét nyom, akkor fékez, mert különben, hogyha automatikusan a másik gombot nyomom, akkor csak a baj van belőle, akkor neki rohan. Jó. Úgy, és akkor átváltom erre, megint gáz. Jó. Azt mondja, kösd hozzá a Big Body 900-at a Q-val, megvan az is. Most nyomunk neki egy előre irányt, és akkor itt megfordulok ügyesen, okosan. Megnéztem a mennyezett kárpitot, egész szép. Van itt minden ebbe a trakiba. Na jó. Itt elvileg van annyi hely, hogy megforduljak. És akkor hova kell mennem ide? Nem messze. Válaszd le az utánfutót. Jó, ide választom le. Kirakjuk a nézetet. Jó, hát én ide leválasztom szívesen. Akkor itt egy kút nyomok. Aztán kapcsolj traktorhoz egy újabb gépet. És próbálj végig menni a kijelölt úton. Ez lehet az újabb gép? Ez az, igen. Jó leszek én ebbe a mezőgazdaságban, úgyhogy... Hogy? Jó. Azt mondja, ellenőrizd az új célokat. Csatold fel... Ha itt lehet megnézni a célokat. Csatold fel a gépet, válaszd le az utánfutót, csatold le az utánfutót. Hát ez komoly feladatok. Oké. Okay. De érdemes megcsinálni ezt a feladat sort, mert különben... Nem lesz jó a dolog. 77 méter. Most arra kell menni tényleg, hogy megint csak kimegyek, aztán megtréfál. Jó, hogy így befordulunk, mert ez elég nagy az a hodály. Visszaülünk a trakiba. Négyeni. Aztán megpróbáljuk ezzel a súlyjal átevickélni magunkat ezen a mocsáron. Jó, zötyög egyébként. Ez mondjuk nem volt jellemző a farming szimulátor. Ott a úgymond a táj az nem... változott, hogy haladtunk át rajta, nem hagyott különösebb nyomot a járműben. Na, hát leszámítva a szántást, meg ilyesmit. Na nézzük meg ezt kívülről, hogy néz ki. Szépen. Ez valami gázlószerűség lehet itt. A csikot itt sem nagyon hagyunk, de azért gondolom a traktorok összkerekesek lehetnek, úgyhogy azért biztos, hogy jó, hogy van rajta ez a súly, így az első kerékre is. Mégis hagy nyomot, mert egy vájat képződik, amiben rögtön beszökik a víz, úgyhogy ez jó pofa dolog. Jól van, mindjárt rátérünk. Itt is egy másik traktor. Itt meg lehet, hogy le kell ezt kötnünk, ezt az utcot. Egy másik megoldás, erősebb traktor vásárlása. Csatold le a gépet, oké. Okay. Szétszed. Kezd a begyűjtést. Mi az a szétszed a G? Ja, hogy megcsinálja be ilyen transformer. Aha. Visszatesszük, és akkor leválasztom én inkább, mert azt mondta nekem itt a mesterséges intelligencia, hogy inkább ezt tegyem. Hagyd el a traktort. Most. Rendben, leállítjuk. Elhagyom a traktort, jó? Remélem nem hangos a nagyon a maradt a sound, mert levettem amennyire lehetett, ez olyan egyharmadon szól most, talán nem nyomja el a traktor hang, meg ilyesmi az én hangomat. A zenét azt levettem, mert nem tudom, hogy milyen a copyright témában. Csatold fel a gépet, jó. Azt mondja, hogy rögtön egy haladás irányválasztás lesz. Na, itt még sebességfokozat is van. Aha, ja, ez a max sebesség így, ez jó. Tehát ilyenkor hiába nyomom padlógázon, akkor is ezzel a sebességgel, mert viszont hatalmas nyomatékkal gondolom. És ezáltal elhúzza a hegyet is, ha kell. Oké, ezt rákötöttem. Megfelelő súlya, szánt 6, 5, 5, 5, 5.
Hát most nem tudom, azt az elősúlyt is leszedjem róla. Na jó. Kiszállok. Hú, de gyorsan elfordult, na. Azt mondja, szálljunk be ebbe a traktorba és dobjuk le azt a súlyt. Ne szállj ki! Oh. Most mi történt? Visszaszállok. És hogy kell dobni róla azt a cuccot? P-vel talán. Így van, és akkor eltolatok innen. Jó, ide félreállok, leállítom, kiszállok. Nagyszerű. Becsukom, elfelejtem, elmegyek a másik traktoromért. A Landini 675-ös, vagy nem tudom ennek most mi a neve, mindjárt kiderül. Ja, az. Akkor ugyanaz a neve, amit ott írtak a Kasznin. Beindítjuk. Nyomunk neki egy haladási irányt, az jó is volt. Meg egy kis lámpát is adunk, így van, és ráfordulok arra a cuccra. Megnézzük, hogy képes-e ekkora íjbe fordulni, de talán jó lesz, pont ráfordulok erre a cuccra. Oké. Okay. Nagyszerű, nagyszerű, és akkor mi a feladat? Vissza kell mennünk? Ó, de jó, akkor legyek itt egy nagy kört. Azt mondja, hogy sebességfokozat fel V. Nem F, bocsánat. Aha, most beraktam kettesbe a trakit. Még egyet lehet. Most már 10-zel is tud menni. Hány sebességes ez a traki? Ugye beülök, az lesz. Itt hát látok valami sebességi fokozatot kijelzőn, de nem nagyon látok. Hát nyomok F-et. De ott van 5-ös fokozat. Nézzük hány van. 6-os a legnagyobb fokozat, de V-vel meg vissza tudok váltani, hogy visszaváltok egy 3-asig, és akkor nem 4-esig, és akkor itt lesz azért még nyomaték. Azért így már jó. Jó, most ezzel megyünk akkor visszafele. Na, jó, hát most itt húzkodom ezeket az utánfutókat mindenfele, de remélem kapok valami komolyabb feladatot is, mondjuk, hogy szánts fel egy kis területet, vagy valami. De még nem tűnik olyan rossznak, végül is a játék. Lehetne egy kicsit szebb idő, mert akkor jobban fel tudnám deríteni azt is, hogy mennyire néz ki jól igazán ez az egész. Most ellenőrizzük, hogyan viselkedik a traktor mezei munkák közben talán, de ugyan megnézem. Ez nem derült ki. Na, felhozzuk a sarat az útra. Fölám, ahogy kell. Jó, na, szépen felhozta a sarat, ez jó. Jó jel, most elmegyek oda. Oda el, és akkor biztos, hogy itt most kell nekem ezzel a géppel dolgozni. Remélem ezzel a géppel kell dolgozni, most nem szépen csatold le. Q, tedd fel az ekét. Jó, szántani fogok, ez már jó jel. Most úgy kéne ráfordulnom, hogy... Na jó, nem sikerült. Azt akartam megúszni, hogy itt... Egyetlen ez az eleje, ez a... De most nem mondjanak, melyik az eleje. Sebességfordul, jó. Hát nem ez az eleje lehet. Vagy nem jó irányból tolattam rá. Az is simán lehet, mert ugye fogalmam nincs, hogy az eke az hogyan csatlakozik egy traktorra. De lehet, hogy az kicsi sréjen van. Mondjuk azt a fizika szerint elvileg, hogy jobban tudjon működni, akkor lehet, hogy nem így, hanem így kéne csatlakoznia, és akkor kicsit jobban néz neki a dolog. De még ez se jó. Na most komolyan ennek hol van a csatlakozási pontja? Oké. Okay. Mind öreg szakértő, megvizsgáljuk az ekét. Lemegyünk és szemügyre vesszük, hogy hol van ezen valami csatlakozási pont. Nem tűnik olyan nap. Ezen a felén biztos nem. Tehát itt. Gondolom nem. Valahol itt csatlakozik az eké. Valahol itt kéne, igen.
Jó, akkor még kísérletezünk, iszok is rá egyet. Bár gondolom pálinkával szokták kezdeni így az aratást, de hát én most a vízzel beérem. Na nézzük. Jó, ez nem nyert hangszórót, akkor... Hopp, ott viszont, minthogyha bejelentkezett volna valami új opció. Itt volt, láttam, láttam. Itt van. Megvan az eke, pikpak meg lett. Próbálj egy kicsit ekével dolgozni, miközben az időjárás megváltozik. Jó, akkor így beleszántok a semmibe. Azt mondja, hogy engedd le a gépet, R. Most lenn van az eke? Az a guriga nem számít, hogy ott megy egy kerék. Na talán nem. Visszaváltunk egészen egyesig, aztán így nyomulunk. Ó, királyság. Jó, szerintem följebb pakoljuk. Kettesbe. Kettesbe szántunk. Király. Ó, csapom ám itt a barázdákat. Nagyon jó. Nagyon jó. Nem bánnám, ha világosabb lenne tényleg. Jó, egyenesen szántok. Ja, nagyjából. És állítólag a játéknak, ben láttam is videót róla, a multiplayer-e is van, ahol... Hát most azt nem tudom megmondani, hogy hányan lehet egy időben játszani, de ahol, amit én néztem, ott ketten játszottak egy időben, úgyhogy... Hoppá, hoppá. Tegyük vissza egyesbe. Jó, valahogy föl kéne engedni ezt a cuccot, mondjuk így, és akkor talán el is tudok fordulni. Az a problémám, hogy vissza kéne tolatnom lassan. Olyan macerás ez az irányválasztósdi, hogy az hihetetlen. Na nézzük akkor a belső nézetet. Ennél jobb lámpa. Ennyi a max világítás, jó. Hát ez nem túl vastag. És hol szántottam én? Aha, itt. Akkor itt megcélozom ennek a szélét valahol, nem tudom, mondjuk így. Oké, így. Jó. És akkor leengedem az ekét. Sikerült? És akkor ezen a vonalon próbálok meg egy újabb etapot lenyomni. Azt mondta, hogy közben megváltozik az időjárás. Hát még nem változott meg az időjárás. Jó, jó. Kicsit közelebb megyek, hogy nehogy. Jól néz ki. Egyébként a maga a művelet az látványosabb itt, mint a Farming Simulator, mert ott is ugye megváltozott a terület, de így nem volt meg animálva, azt hiszem ennyire, meg hogy így lefele, meg ilyesmi, csak lett egy újabb skinje, vagy valami ilyesmi. Meg ha domború is volt, akkor sem zötyögött rajta a traktor. Ezen azért, hogy hát mennék, szerintem érezném a traktoron is a dolgot. Na, kapcsoljunk kettes, mert ebből nem lesz, ebből nem élünk meg. Oké. Okay. Ez így eddig nagyon király. Most itt majd felemeljük a cuccot. Föl tudom szántani a füvet is egyébként? Most kipróbálom. Nagyon is föl tudom szántani a füvet. Ó, ez nagyon jó. Azt mondja, hogy fölengedjük. Nyomunk egy irányváltást, meg egy gázt. Aha, és nehezebben is megyek ezeken a szántásokon. Határozottabban, nehezebb a haladás ott. Jó. Jó, akkor ide megint leengedjük a cuccot. Óha. De ez nagyon macerás ez az, ez az irányítás egyébként. Oké. Na dobjuk le az ekét. És akkor hajrá. A belső nézetből ez úgy néz ki, hogy így, és akkor itt próbál az ember rajt maradni a barázda szélén, és akkor talán nem olyan lesz a szántás, mint ahogy szokták mondani, az ökörhugyozás. Mi villogott a háttérben, nem tudom, megyek bele a barázdába. És mennyit szánt csak még komolyan? Most már adhatnál valami, mondtad, hogy megváltozik a körülmény, az időjárás, de még nem történt semmi az égvilágon.
Oké, fölengedj. Na, megváltozott az időjárás. Hó, végre itt kisütött a nap. Jaj, de szép az időjárás. Oké, így most jobban látszik minden. Egyébként szép a táj is. Szépen megcsillan a traktoromon a napsugár is. Itt a karosszériáján. Úgyhogy nagyon jó. Oké, kikapcsoljuk a lámpákat, mert most nem kellenek. És akkor most ennek örömére, nem tudom mi a feladat, még szántsak, ugye? Aha, és vill, és csipog is, nem hallottam ezt se az előbb. Nem tudom, ti halljátok egyébként, de így megy ez a hátrafele tolatós csipogás. Ugye kigyulladt a hátsó lámpám is. Már nem fizikailag, nem így tűzoltó szempontból gyulladt ki, hanem csak úgy magától. Oké. Ezt meg ledobjuk. Oké, mehet. Mi ez a csík itt? Valami grafikai probléma ott fölül az a csík, vagy? Jelöli a... Ja, nem jelöli a placot, ahol dolgozok. Aha, értem. Na most ez a... Ez itt nem nagyon akar sikeredni, de talán így igen. Na most akkor megnézzük ezt így kívülről, hogy ez hogy néz ki. Amikor én szántok. Kicsit visszakapcsolunk, és akkor nem tudok nagy gázzal menni. És akkor jól látszik a művelet. Aha, így forgatja a földet szépen. Ez a padlógázom most. Mi az ott? Itt is van valami csíki, az is jelöli a munkámat. Na hát most már lassan fél órája terület művelek. És akkor itt látszik is ezen a kis térképen, itt lent a bal alsó sarokban a felszántott rész. Ott vizuálisan is meglátszik, illetve látszik egy föld a túloldalon, hogy ott is van egy föld. Később ugye majd lehet földeket venni meg minden, és akkor úgy leszel nagy gazda. Egy kicsit azért most lehet, hogy adtam a kanyargásnak, vagy hogy mondják az iránytartásnak, mert ott eléggé fura lett ez a rész, de hát mindegy. Most felemeljük, elfordulunk. Ideális hatása vannak a traktor stabil irányítására, jó, tudjuk, ezt már mondtad. De nem, igazából nem nagyon volt hatással, szerintem egész jól megoldottam. Előre felemegy és lerakjuk ezt a szart már most. Nyomjunk egy sebességi fokozatot és akkor most egy kicsit iparkodunk. Most harmadik megoldás a traktor, hogy ikerkerekek használata, igen. Jó, ikerkerekek használata, azt én nagyon... Nagyon kipróbálnám az ikerkerekeket, az elég brutális traktorok szoktak lenni. És most mi a feladat? El kell mennem? Innen. Na mindjárt. Ezt már felszántam, ezt a csíkot. És aztán fölkapom az ekémet. Javult a képességem, a szántó képességem. Úgy látszik, van ilyen szintezés is a játékban. Kapcsolok egy-két fokozatot, aztán gyorsan oda rohanok. Tizeneggyel gyorsan. Ezen át tudok menni könnyen. Aha, és érezhető a barázda, úgyhogy tök jó. De miért ilyen tületű lassú ez a traktor? Még fölkapcsolok a 6-os a maximum. Na jó, most azért begyorsult, már 20-szal is megy. Jó, ide parkolok, vagy ide akarja, hogy ide parkoljak. Tegyem le a szántó cuccot, ugye? Végre. Na azt mondja, az... Eke elforgatása, azt csak kipróbálom. Ja, hogy a másik irányból, aha, és a kerék is átfordul, hát ez óriási. Jó, most nem forgatom, hanem ledobom ide a cuccot, úgy né, és akkor abroncs cserét a gazdasági műhelyben végezheted el. Az pedig van, Kenyában van, 280 valami méterre, jó, körbenézünk, nehogy jöjjön valami. Ami forgalom az nem sok van. Farming szimulátorból volt forgalom, jöttek ilyen mindenféle fura grafikájú autók benne. Meg azt hiszem lehetett venni személyautót is, az nem tudom, hogy volt-e valami funkciója, vagy csak a státusz szimbólum volt a nagy gazdaságban. Most elmegyünk a műhelybe, ott felrakjuk a kereket. Jól összesároztam azt az utat is, oké. Okay. Na itt van a műhely. Ott lehet, aha, ezek az elzárt területekre kell majd később venni ilyen épületeket. Na, oké. Okay. Itt a, mi? Ó, kisnyílt a garázs. Jó, hát akkor gépek javítása, rendelkezésre nem áll rendelkezésre, fel kell építeni. Ezt is fel kell építeni.
Na várjunk csak, ez egy akna, akkor arra rá kéne úgy viszonylag normálisan járnom. Ja, nem tudok ennél jobban eltávolodni, de így. Így. Nyomj Entert a műhely megnyitásához, vagy mit. Megnyit, műhely megnyitásához, oké. Okay. Jó, ott vagyok. Enter. Azt mondja, javításra kiválasztva a motor. Hogyan tudom választani? Így egérrel? Vagy hogy kell így változtatni? Aha, itt van. Sebességváltó. Azt mondja, aktuális használata 0%. Javítási költsége 0 euró, tehát ez a javítási költsége 7 euró. A karosszéria járnak, adtam egy kicsit a kasznynak, ja. Fékek. Tehát akkor van az elektromos berendezés, csapágy. Kormány, sebességváltó, motor. Kaszni, fékek. És körbeértem, olyan 7-8 vagy 6 darab volt kb. Annyit lehet. Szerelt fel az emelő. Cserék kereket. Nekem kerékcserém kell, hogy legyen. Azt hiszem. De hogyan... Aha, vagy csak cserék kereket. Ez a dupla kerék. Ez kell nekem. Emelő nem kell. Javíts meg, nem kell. Akkor vissza. Fönn van a dupla kerék. Jó. Vissza. A sajt van, és akkor mit csináljak? Csak jöjjek ki. Csak jöjjek ki. Fölraktam ezeket a... nagy kerekeket. Most mehetek valahova vele. Na, csak reménykedhetünk, hogy elfordul. Ja, elfordult, jó, oké. Okay. Most fölgyorsulunk a maximumra, amit ki tudok hozni ebből a monstrumból. Hopp, egy ugratás. Elég nagy kerekei lettek neki így, most már elég tekintélyt parancsoló jószág lett. Talán kiférek a kapun. Mehetek vissza a földekre, vagy mi lesz most? Automosom már nincs. Jó lesz ez. Hogy állunk időben, jól van. Megnézzük, hogy mit akar. Megnézzük, lehet, hogy így szántunk egy kicsit, és akkor ugye bemutató akkor annyi lenne most, és hogyha... Egyébként úgy tetszik, el lehet bele. Szóval én emlékszem, a Farming Simulatorról is elvoltam egy picit, amíg úgy tartott a varázsa. Hol dobtam ezt le? Ezen a felén van a csatlakozó. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor ezt írjátok meg, és akkor én ezzel jelentkezek majd még. Csak valami sandboxot belőle, vagy ilyesmit. De pontos. Tedd fel az ekét. Felraktam az ekét. Most azt fogom ott megszántani azt a részt. Feltettem az ekét. Akkor most szánt csak, ugye? Szántok. Nem látok semmit. Na itt kell szántanom. Itt, így. Jó, hát így biztos vagyok benne, hogy jobb lesz a tapadásom. Szó se róla. Hatosba is elmegy simán. Lehet, hogy úgy érdemes ilyenkor menni, hogy azt a batárkereket bent tartom az egyiket a barázdába, és akkor azzal jól lehet így haladni. A jól emlékszem, a másikba se tudtam egyenesen szántani, szóval ez a skillem nem növekedett azóta sem. Mondjuk ezzel lényegesen gyorsabban haladok, mert hát mondjuk a sebességfokot is biztos számít. Próbálj egy kicsit ekével dolgozni, miközben az időjárás megváltozik. Oké, megváltozott az időjárás, és akkor most mi van? Én úgyis szántani fogok, ha megváltozik az időjárás. Most azt lenne jó, ha úgy meg tudnák fordulni, hogy ne kelljen mindig tolatgatnom. És ez most úgy néz ki, hogy összejött. Leengedjük az ekét, és már nyomom is a nagy gázt itt. Még nem érzem át, hogy ez csúszkál a traktor. De egy kicsit talán csúszkál a traktor. Beüljünk. Ja, kicsit csúszkál. Tolja az orrát ilyen furán. Oké. Traktor terhelése kész, de kell stabilabb haladás, biztos, hogy időjárás kevésbé befolyásolja a mezői munkát. Jó, oké. Nem emeljük csak föl ezt a cuccot, ne szántsuk föl egészen a betonig. Na, hol az új
valami új feladat van, mert nem látom a kis nyilacskámat. Gratulálunk, befejezted az oktatójátékot. Ó, hát ez nagyon jó, akkor az oktatójátékot letudtam. De szerintem egy csomó mindent nem tudok még. Na most így poénból megpróbálom felszántani a betont. Így az epizód végén, így a nézzünk bele epizód végén. Hogy mit csinál a beton. Sőt, úgy, hogy a betonra rámegyek az ekével. Megnézzük, mert itt még szántja a füvet, vagy ezt a füves részt. Megnézzük, mit csinál, itt szikrázik-e, vagy valami történik. Jó. Azt mondja, hogy... Fú, ez valami tóba mentem bele. Ó, de tök jó. Ja, bementem a tóba. Ebből ki tudok jönni, ha így előre felemegyek. Persze, ki tudok jönni, ez egy nagyon erős traktor. És megnézem, hogy mekkora barálták lettek itt a frissen szántott betonba. Mert azért tönkretettem a beton, de ennyire biztos tönkretesz. Nem, ez nem lett semmi baja. Jó. Csak felhoztam rá meg le a sarat. Oké, akkor erre figyeltek azért, hogy a beton csak úgy nem lehet felszántani. Na, jól van, oké. Nem olyan rossz, végülis ahhoz képest ilyen vegyes fogadtatása volt a Steamen, ugye el lehet vele szöszmötölni, meg úgy, hogyha tényleg jó a menedzser része is, tehát hogy így veszed a magot, ülteted, eladod, keresel pénzt, veszel új járműveket, van benne bőven új jármű, tehát egy ilyenektől még függ a dolog, meg hogy mennyi mindent lehet rajta vetni, állítólag vannak benne állatok is, mindenféle ilyen állattartásra is lehet foglalkozni. Úgyhogy viszonylag összetett. Nem is tudom, azt hiszem a grafikai bugokat említették még meg a Steamen, akik játszottak bele, hogy ott vannak még azért ilyen fura dolgok, anomáliák. De hát azt majd akkor teszteljük. Minden esetre, hogyha tetszett nektek, akkor lájkoljátok a videót, és hogyha szeretnétek még látni ebből tartalmat az oldalon, akkor mindenképpen írjátok meg a komment szekcióba, és akkor hamarosan jelentkezni fogok vele. Lehet, hogy amúgy is, mert biztos, hogy még fogok vele egy kicsit játszani, és hogyha már játszok, akkor miért ne rögzítsem, de azért szeretném, ha megerősítenétek benne, hogy titeket is érdekel ez a játék ilyen videótartalom témában is. Jól van, köszönöm, hogy megnéztetek akkor, sziasztok! És akkor megvolt az oktatójáték. De lehet, hogy több oktatómód is van. Nyomok egy eszképet, és akkor... Oktatás játékhoz... Játék elhagyása. Biztos vagy, hogy nem mentett? Igen.